Vörös Marti Mihály 1800. december 1-én született Pusztanyéken. Sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez, és a Sugár utcai Vörös Marti szobortól a Belvárosi Múzeumig sétáltak. Közben tisztelegtek Kisfaludi, Íj és Petőfi, Szabó Lőrinc és Karinti Ferenc mementója előtt. Az utolsó állomás a dr. Schulhoff Vilmos sétány szoborparkja volt. Az ötlet az, hogy legyen egy ilyen séta, az onnan jött, hogy én láttam egy riportfilmet Franciaországról, és ha jól emlékszem, talán Balzac sírjánál mutatta az idegenvezető, hogy itt mindig van pálszál virág, hogy mennyire szeretik az emberek őt, mint az ő irodalmuk egyik nagyját, és akkor innen jött az ötlet, hogy mi lenne, ha mi is végigjárnánk a hévízi irodalmi nagyságokat. Herman Katalin emlékeztetett, számos hévízi vonatkozású irodalmi művet ismerünk. Ennek kapcsán nemrégiben kiállítást is rendeztek a Belvárosi Múzeumban. Számos nagyság szívesen időzött a településen, sőt, rendeztek irodalmi találkozót is a Balatoni Íróhét részeként 1932-ben a Trianon utáni Magyarország legfontosabb fürdőhelyén. Kicsit változott a vendégösszetétel, hiszen az arisztokrácia nem látogatta olyan előszeretettel Hévízt, mint a többi fürdőhelyet előtte. Itt, de inkább mindig szívesebben jöttek a művészek Hévízre, tehát nagyon-nagyon sok művész megfordult. Az igazgató azt mondta, szeretné, ha e kezdeményezésből hagyomány lenne, s a Magyar Nyelv Napja alkalmából minden esztendőben felkeresnék az irodalmi nagyságok hévízi szobrait.